Sziasztok! Kovács Gábor vagyok, és a Logminnél dolgozom, mint szoftvermérnök. A Meldium nevű új single sign-on termékünk fejlesztői és üzemeltetői feladatainak valahol a határmesdjén egyensúlyozó, amolyan DevOps-osként. A következő rövid videóban arról szeretnék beszélni, hogy hogyan lehetek képesek akár ti is, fejlesztői gondolkodású szakemberként a Microsoft Azure és a Visual Studio Online segítségével egy jó minőségű szoftverkibocsátási folyamatot létrehozni, continuous deployment, integration tesztek és folyamatos szoftvermonitorozás mellett. Mai modern webalkalmazások esetében fontos követelmény az, hogy sok ember munkájaként előálló szoftvert jó minőségben és gyors release ciklusokkal tudjunk kibocsátani, majd azokról folyamatos mérési eredményeket kapjunk. A következő néhány percben arról szeretnék beszélni, hogy a mi csapatunk hogyan oldotta meg egy Continuous Deployment Workflow felépítését, azaz hogyan kerül ki egy fejlesztői gépről a production környezetünkbe egy adott chainset. Mivel a teljes fejlesztési és üzemeltetési folyamatunk a Microsoft Azure és a Visual Studio Online segítségével történik, kézenfekvő, hogy a VSO build agentjeit használjuk a kódunk bildeléséhez, valamint deploymentjéhez. Ez nem csupán Microsoftos technológiákat támogató buildrendszer, képesek lehetek vele Node.js, de akár Xamarin-os multiplatform mobil alkalmazások bildelésére és deploymentjére is. A build folyamatnak természetesen szerves részét képezi a unit és integration tesztek futtatása is. A számítási felhő könnyen automatizálható, akár komolyabb rendszermérnöki, üzemeltetői tudás nélkül is, egyszerűen fejlesztőként, PowerShell kommandletek segítségével egyszerűen tudtok létrehozni adatbázisokat, websájtokat, amin aztán futathatjátok az integration tesztjeiteket, és teljesen üres új adatbázis tehettek alá, hogy a két tesztfutatás véletlen se interferáljon. A tesztfutatások után ezeket a környezeteket letörölhetjük, így az erőforrásokat sem foglaljuk feleslegesen sok ideig. Mindenkit arra biztatok, hogy ha csak nem nagyon kicsi, egy-két ember által fejlesztett projektről van szó, akkor használja ezeket az eszközöket, mert minimális időbefektetéssel, akár különösebb üzemeltetői tudás nélkül is nagyon gyorsan és rövid idő alatt képes olyan build folyamatot előállítani integration tesztekkel, amivel garantálhatja a jó minőséget és a gyors release ciklusokat.